Ahogy közeledik a jó idő, úgy fog a motorosok száma is emelkedni a közutakon. Ám abban nem vagyok biztos, hogy mindenki alaposan felkészült a motoros szezonra. Adásunkból kiderül, hogy mik a legfontosabbak, mielőtt két kerékre pattanunk. Valamint megtudjuk, hogy a tavasz milyen nehézségeket okoz a vakok közlekedésében. Európai útjain naponta átlagosan még mindig 75 ember veszti életét. Ha megnézzük Olaszországot, Görögországot, azokat az államokat, ahol a motorozás a mindennapi élet részét képezi, akkor azt tapasztaljuk, hogy minimum 30, de van, ahol akár az 50%-ot is eléri a motoron utasként vagy vezetőként elhunytak száma. Borzasztó nagy arány. Megfigyelhető az, hogy a gazdasági fejlettség magasabb fokú, ott a motorkerékpáros balesetek száma is magasabb az összbaleseten belül, és ez nyilván annak tudható be, hogy az emberek többsége megengedheti magának azt, hogy második járműként hobbi célra akár motorkerékpár tartson. Magyarországon is van egy olyan réteg, aki már megengedheti magának, hogy az autó mellett motor is legyen, ez így teljesen rendben is van. Ami el szokott maradni az, hogy nem tanul meg rendesen motorozni, vagy az évszakváltáskor nem készül fel tavasszal arra, hogy a motorozás jól menjen. Azt gondolom, a motoros szezonra felkészülésnek több alapvető lépése van, hiszen van a jármű, az ember és a környezet. Március végén a környezet egyáltalán nem alkalmas a motorozásra, sőt, elképzelhető, hogy egy hét múlva, amikor a levegő már 5-8-10 fokos lesz, a burkolat még akkor is hideg lehet, hogy a burkolat csak 1-2 fokos, lehetnek vízátfolyások, lehetnek még akár éjszaka hajnali órákban jegesedések, a hidakon nagy folyók felett még nagyon hideg lehet a burkolat, minden további nélkül elképzelhetőek jegesedések, ezt igenis figyelembe kell venni. Ezekül előfordulhat még a sok kátyú, ugye a tél az sajnos az utakat tönkreteszi, ha ezt nem veszük figyelembe, akkor akár az emberi tényező, akár a járművünk bármilyen állapotban lehet, nem lehet az utat figyelmen kívül hagyni. A másik az emberi tényező, maga az ember, tehát föl kell tudnunk készülni. Azért minden évben vannak szabályváltozások, elsősorban az Európai Unió jogalkotási kötelezettségéből adódóan nem árt ezekkel tisztában lenni. És a legutoljára hagytam a gépet magát, az eszközt, aminek szintén kiváló állapotban kell lennie. Elképzelhető, hogy nem csak a gumikat kell felfújni, hanem amúgy is érdemes átnézetni akár szakszervizben a motorkerékpárt. És itt is nagyon fontosnak tartom azt kiemelni, hogy kizárólag eredeti minőségi alkatrészeket építsünk a motorkerékpárba. Nagyon fontos, hogy se a futómű, se a fékrendszerben, se a gumiknál nem szabad hamisítványt beépíteni, mert az életünk múlhat rajta. A műszaki ellenőrzés mellett a vezetéstechnikai tudást is fel kell frissíteni. Egy hirtelen manőverből ugyanis könnyen baleset lehet. Ahhoz, hogy mindezt elkerüljük, vagy legalább kisebb százalékban történjen meg, fedett pályán nem árt felfrissíteni a picit megkopott motoros vezetési tudást. A magyaros motoros szezon az úgy néz ki, hogy szeptember, legkésőbb október végén általában a nagy átlag leteszi a motorját. Tavasszal a szezonkezdés elején, akkor nagyon nagy hiba azt hinni, hogy úgy tud visszaülni a motorra, hogy ahol ő ezt október végén befejezte, azt onnét tudja folytatni. Mindenkinek, a profiknak is, a motoros rendőröknek is szüksége van arra, hogy 1-2 kilométert bemelegítésképpen gyakorlással töltsenek, és újra visszaszokjanak arra, hogy két kerék van alattuk, és aznak mi a fizikája, és hogyan kell viselkedni a motorkerékpáron és a motorkerékpárral. Érdemes ilyenkor egy vezetéstechnikai központot felkeresni, vagy amennyiben erre nincsen lehetőség, legalább egy bevásárlóközpont parkolójában jó pár órát eltölteni azzal, hogy újra megtanuljuk egymást a motorunkkal, és meg tudjuk szeretni ismét a motorozást a adott szezonban is. A rendőrség motorosai mindaddig nem ülhetnek tavasszal kétkerekű járművükre, míg ismeretújító képzésen részt nem vesznek. A magyar rendőrség kiváló motoros rendőrökkel rendelkezik, számtalan európai, sőt Európán kívüli motoros rendőröknek szervezett versenyt nyertek meg a kollégáim. Tényleg megsüvegelik őket Európa szerte, olyan kiváló technikai tudással rendelkeznek. Ennek ellenére minden évben kötelező minden motoros rendőrnek tavasszal egy úgynevezett bemotorozó képzésen részt venni, amikor azt a rutint visszaszerzi, amit a hosszú téli hónapok alatt elveszített, pedig ők tényleg profik, és mégis szükség van erre. Mivel a kétkerekű járművezetőket nem védi karosszéria, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. Éppen ezért igen lényeg
lényeges a megfelelő védőfelszerelés és ruházat használata is. A motorkerékpáron a védőfelszerelés és gyakorlatilag a testük bőre, ennek megfelelő körültekintéssel közlekedjenek és viseljék azokat a védőfelszereléseket, amelyek kötelezők, és azokat, amelyek a piacon megszerezhetők. A motoros szezon hamarosan elindul, és ön felkészült már rá? Így látják a Néprajzi Múzeumot a látók. És így a vakok. Régi típusú négyszintes téglalap alakú épület, kisebb belső udvarral. Az épületben folyamatos bothasználattal, illetve védőtartással kombinált falkövetéses technikával célszerű haladni. A falsikok biztonságosak, a készfejet nem sértik. Óriási a különbség, hiszen a látássérültek valójában hang után, ám bármilyen fura, mégis térkép mentén tájékozódnak. Többféle térképek vannak. Az egyik a legalapvetőbb a mentális térkép, amikor ugye a fejében így össze kell raknia, hogy hol van és hogy merre kell menni, mik azok a támpontok, amik egymást követik. Másrészt pedig használunk hangos térképet, amikor ugyanígy fölmondja egy diktafonra, és aztán utána vissza tudja hallgatni. A térképek közül tulajdonképpen két fajtája van. Van egy áttekintő térkép, ami így az egész környezetről ad információt, és a környezetben lévő tárgyaknak az egymáshoz való viszonyáról, és van a vonalas térkép, amikor kifejezetten azt mondjuk meg, hogy merre kell menni. Erre nagyon jó példa, ez a legelső térképünk, amely az ajtósi dűrelsor, tehát az iskola környékét mutatja be. Hogy az iskolából indulunk ki, akkor tudja azt, hogy a liget hol van hozzá képes. Tehát, hogy így két dolgot tudok megmutatni neki, hogy ez így a valóságban az iskolához képest. Ha égtájirányokat használok, akkor észak-nyugatra helyezkedik el, de ha el akarok menni odáig, akkor ki kell mennem a főbejáraton. Balra elfordulok az ajtósi dűrásonál, megyek a Hermina ajtósi sarkáig, ott átkelek, hát a Herminán, az ajtósin, és utána érkezek a ligethez. És hogy azért használjuk a tapintható térképeket, hogy minél többféle helyről jöjjön az információ, és megerősítsük. És aztán használunk LEGO térképeket is, ekkor ugye saját maga építi föl a térképet. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy egyrészt visszakövetni tudjuk, hogy az ő fejében ez hogy van, másrészt pedig, hogy a piciknél játékossá tehetjük ezt az egészet. Ez egy metro aluljáró. Lejönnek a mozgó lépcsőn, és hogy vannak ugye oszlopok az aluljáróban, és hogy lehet két oldalra menni, és ugye itt jön be maga a metro, és hogy maga az aluljáró az hogy néz ki, és hogy hol helyezkedik el egymáshoz képest. A következő feladatod lenne, kimész a főbejáraton, jó? És a Hermina ajtósi dűrelsor sarkának kellene eljutnod. Kimész a lépcsőn, lemész a lépcsőn, akkor merre fogsz fordulni? Picit balra, egy negyedet. Hát az a pici, az pont egy negyed fordulat, igen, balra, és elindulsz egy mesékkal. Így van, és megkeresem a sarkot. Mi az, ami még figyelni kell átkelésnek? Hát az irányballás, és akkor kell átkelni, amikor az autók velem párhuzamosan mennek. Szegény jó, oké, a botot tartsd ceruzába továbbra is, jó? Fogjad a botot, jó? De nézd meg ezt most, hogy hol vagy. Ez egyenes rész? Nem. De ezt nézd meg, ez hogy megy? Ez picit így, hogy mondjam, így vízszintesen. Vízszintesen, de ívesen vagy egyenesen megy? Ívesen. Ívesen megy, jó. És hallod ezt a trolit? Ez a 72-es, ennek a Herminán kellene mennie. Jaj. Jaj, igen. Semmi gond? Jó. Tavasszal már könnyebb a közlekedés, mint télen, hiszen megszűnik a fagy, a havazás, vagyis a járda könnyebben behatárolható, ám ekkor is vannak nehezítő tényezők, mint például az eső és a szél. Ha fúj a szél, akkor ugye, hogyha megyünk mi egy irányba, és ellentétes irányba fúj, akkor minket pont nem abba az irányba vezet, amerre mi szeretnénk menni, és hát kicsit kell megbirkózni a széllel, hogy így mondjam. Szélnél nagyon jelentős az, hogyha valami nagyobb szél van, hogy akadályt
gördít elénk, tehát hogy fölborítja a reklámtáblákat, vagy akár az eldobott zacskók, vagy bármi ilyesmi elébük kerülnek, beakad a boltba, megakasztja őket. Az esőnél is, a szélnél is nagyon jellemző az, hogy a kapucni, és hogy kicsit behúzódik az ember, és így magában van inkább. Nem csak a látássérültet zárja be egy kicsit ez, hanem a látókat is. Tehát, hogy ők is felveszik a kapucnit, és hogy a látótér ezáltal lecsökkent. Tehát nem veszik észre, hogyha egy botos közlekedő jön, ő megy. Az esernyő, amikor az meg előkerül, akkor pedig hát gyakran van olyan, hogy így beleütköznek az esernyőbe maguk a látássérültek is. Tehát, hogy ez egy plusz veszélyforrás. De hogy valami előnyt is mondjak a szélre, a sarkok észlelése, vagy amikor kérek egy nagy térbe és jön egy húzat, na az viszont sokkal jobban megy. Tehát, hogy sokkal jobban érzékelhetőek ezek, vagy akár megyek az aluljáróba, és tudom, hogy mondjuk a második kijárat kell, akkor a kijáratoknak az érzékelése az, ami ezáltal könnyített. Mi látók sokszor bele sem gondolunk, hogy ami nekünk természetes, az nekik akadály. Figyeljünk oda rájuk, hiszen az ő közlekedésüket meg annyi tényező gátolja. Legalább mi ne legyünk azok. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsort a Porsche Hungária Go Service programja támogatja. A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció.